ja, mindent elmondok lépésről lépésre, odaadod a kis kezedet, megmutatom most első lépésként, meg fogom törölni a füledet, jó? Ez egy kicsit hűs érzetet fog adni. Ezzel eltávolítom az esetleges bacikat a fülcimpidről, hogy nehogy a későbbiekben bajt okozzanak. Megtörlöm a másik fülecskédet is. Nem csiklandozom a füledet? Nem. Oké. Aztán most a kesztyűmön mutatok, rajzolok egy-egy fekete pöttyöcskét a füledre. Ez fogja majd a Hello Kitty fülbevalódnak a helyét kijelölni. Nagyon okosan tartod a fejedet. Nagyon megkönnyíted a dolgomat. Összehasonlítom, hogy mindkettő egyforma távolságra van. Igen. Szofia, segítesz nekem kibontani az ékszeredet? Igen. Kérlek, hogy lesz a kis papírt? Úgy, tép csak le, nyugodtan. Nagyon ügyes vagy, ezt elrakjuk a későbbiekbe. És most belehelyezzük a kis fűkasztó eszközömbe a Hello Kitty-s ékszeredet. Itt kérlek, nyomd meg. Úgy, meg itt is, jó? Ezt a felét is nyomjuk meg. Nagyszerű, hallott kattanást. Elkészítjük a másik ékszert is. Erről is levesszük a kis védőfóliát. Nagyon ügyes vagy. Belekattintjuk a pisztolyba. Kérlek, nyomd meg itt is. Jó, ezt oldalát, másik oldalát is nyomjuk meg. Így rögzítjük a kis kapszulát a fülyükasztó készülékemhez. És most arra kérnélek, hogy egyenesen tartsd a fejedet. Nézd rám, kérlek. Így tartsd a fejecskédet. Jó? És most fogom behelyezni a kis Hello Kittydet. Egy kattanás lesz, és amit most indítok, és bent is van a füledbe. A cicusodat egy kicsit beigazítom, és adom a tükröt, hogy rögtön meg tud nézni. Oda néz! Látod? Ott a kis Hello Kitty. Gyorsan veszük a másik eszközt is, és azt is, jó? Előre, egyenesen, így. Ügyes vagy, nagyon. Egy, kettő, három, és ez a Kitty is elfoglalta a füleden a helyét. Nagyon ügyes voltál, mutatom is a tükörben. Milyen érzés volt, Szofia? Jó? Mennyire fájt? Nem annyira. Nem annyira? Másnak is ajánlod? Más kislányoknak is, hogy jöjjenek? Oké, nagyon szépen köszönöm, hogy elkészíthettem.